De ki bánta a soproni részről, hiszen a címvédők csatáját Pintér Attila nyerte. Az FTC edzőjeként tavaly ő emelhette magasba a Magyar Kupát, idén is megtehette, a mostani Pintér diadal a Sopron történetének legfényesebb fejezetét jelenti, hiszen a Matár először győzött a Magyar Kupában, és így az UEFA Kupában indulhat ősszel. Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl a vasárnapi Sopronban, amit meg tudtunk nyerni, azt gondolom, és azért ott nem kaptuk meg azt a megtiszteltetést, amit egy labdarúgó csapatnak meg kellene kapni, ezt hozzá kell tennem.